Önmagára és másokra is veszélyes volt az a 18 éves fiatal, aki halálra késelte Révé Zsuzsát, az RTL korábbi kommunikációs vezetőjét. Ezt a nő egyik közeli barátjától tudta meg híradónk, aki egyébként a Benedetto gyermekvédelmi szolgálat igazgatója. Gál Beatrix azt is mondta, hogy többször mentő vitte kórházba a fiút, de sosem tartották bent, nem kapott megfelelő pszichiátriai kezelést. Egy országot döbbentett meg a szombati brutális gyilkosság a második kerületben. Az áldozat Révész Zsuzsa, az RTL korábbi kommunikációs vezetője, akivel lányának barátja végzett. A házánál várta őt, és a bejáratnál halálra késelte. Gál Beatrix Révész Zsuzsa közeli barátnője volt, de a Benedetto gyermekvédelmi szolgálatnál kollégák is voltak. Híradónknak azt mondta, hogy a gyanúsított fiú önmagára és másokra is veszélyes volt. Többször is előfordult, hogy mentő vitte kórházba. Minden esetben nagyon gyorsan elengedte őt a kórház, igazából anélkül, hogy az én tudomásom szerint, anélkül, hogy valójában egy releváns kezelés megkezdődött volna nála. Van egy olyan megélésem, hogy sokszor ezek emberi dolgok, nem pénzügyi kérdés, vagy nem ágykérdés, hanem azon múlik, hogy az az adott ember, akivel éppen találkoznak abban a krízis helyzetben, ő mennyire empatizál velük, vagy mennyire veszi komolyan a problémákat, amiket elmondanak, vagy mennyire söpről az asztalról. A szakembernek az a véleménye, hogy a fiút nem lett volna szabad akkor kiengedni a kórházból. A történtek ezt látszanak alátámasztani. A 24.hu a tényekre hivatkozva azt írja, a 18 éves fiú Németországban élt az áldozat lányával, és múlt héten megverte őt. Ekkor a szülők hazavitték a lányukat, majd elmentek vele a János kórházba látleletet vetetni. Révé Zsuzsa feljelentést tett a rendőrségen, és amikor onnan hazaért, a fiú lesből kilépve lesújtott rá. Gál Beatrix azt mondta, most olyan intézményt akarnak létrehozni, ahol stabilizálják a rossz mentális állapotú gyerekeket. Nagyon sokszor van olyan tapasztalatunk, akár a Benedettónál is, hogy egy ilyenkorú gyerekre azt mondja egy ellátórendszer, hogy a gyermekkórház úgy érzi, hogy ő már nem tud egy 17 évessel dolgozni, a felnőtt kórház meg azt mondja, hogy ő meg nem dolgozhat egy 18 év alatti gyerekkel. Molnár Karesz több éven keresztül dolgozott együtt az RTL-nél Zsuzsával. Évtizedes barátság kötötte össze őket. Egy közös barátjuktól hallotta a szörnyű tragédiáról. Olvastam reggel a hírt, és gondolni nem mertem volna, hogy ez ő lesz. És aztán, ahogy jött az üzenet, hogy felhívhat-e valahogy azonnal összeállt, hogy Úristen, ez a Zsuzsi volt. Molnár Karesz elmondta, különleges kapcsolat volt anya és lánya között. Azt nagyon lehetett róla tudni, és nagyon láttuk, hogy mennyire szereti a lányát, és hogy mennyire fontos neki az, hogy mondjuk ő vigye az iskolába, hogy ő érjen oda érte iskola után, és mindig arra törekedett, hogy meglegyen az életében az összhang a lánya és a hivatása között. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket, csak annyit, hogy a gyanúsított megtagadta a vallomástételt.